hogy van nálam papír, mert csak papír mellett érzem magamat biztonságban, papír közelben, cserébe nem bírom elolvasni, hogy mi van ráírva, így a biztonságnak van egy kis dinamikája. Ugye akkor szoktuk a barátainkat, az ismerőseinket és időnként az ellenségeinket köszönteni, hogyha az éveik száma az 2-vel meg 5-tel osztható. És aztán 60-on túl akkor kicsit óvatosabbak leszünk, és akkor elég, ha már 5-tel osztható. Na most, hogyha nézzük a 61-et, hát az nem osztható 2-vel, nem osztható 3-mal, nem osztható 4-el, 5-tel, 6-tal. Jóságomban megkímélem magukat, hogy 64, vagy micsoda, 59-el, 60-nal se osztható, 61-el osztható. Az ilyen számokat, Laci, nevezzük prímnek. Erről, mint a Pavlicsek kutyája jut mindig eszembe a kertésszel való történetem, aki 79 éves volt, és mondtam neki, hogy Isten éltesse, és mondta, hogy nem. De ez nem az Istenre vonatkozott, hogy ott neki avval problémái lennének. A minap olvastam újra egy gyönyörű mondatát kertésznek erről, hogy hol vagy Isten nagy barátom. Hanem nem ebben a problémája, hanem hogy hát hogy a 79 az semmilyen, az milyen év. Hát mondom Imrécském, hogy milyen év, hát egy prím szám. Mire az Imre azt mondja, hogy prím lenne. Ugye ezt 40 évvel először olvastam ezt a mondatszerkezetet, a Mándi Ivánnal volt egy interjú, ahol kiderült, hogy egy Renault kapott, vagy vettek egy Renault 4-eset, egy R4-eset, és a jól értesült riporter kérdezte, hogy R4-es, és akkor a Mándi azt válaszolta, hogy R lenne. És én azonnal kivágtam ezt, 21-22 éves voltam, és évekig, évtizedekig ott volt az íróasztalon fölött, annak a bizonyítéka, hogy nem kell mindent tudni. Tehát, hogy az R4-es az micsoda, azt nem kell tudni. Szerintem a prímszámokat kell tudni, de ha mondom, nem tudod mi az, mondom kertészek, nem tudod mi az a prímszám, hogy Nobel-díjas létedre nem tudod mi az a prímszám. Hát, hogy ő nem tudja. Mondom neki, hogy hát egyen meg önmagával. És akkor mondta ezt a gyönyörű mondatot, hogy nem mondod. Ugye az a helyzet, hogy a Dés László a barátom. És az embernek nem azért lesz valaki a barátja, mert olyan kiváló tulajdonságai vannak. Valakit nem azért szeretünk, mert megérdemli, hanem azért, mert ő, mert az, aki. Hogy én sok szempontból tudnék róla beszélni, mondjuk például, mint gurméről, tehát aki evett már vele étterembe, és ott mondjuk egy olyan pincér volt, aki nem hihetetlen gyorsan mozgott, az megtanulhatta, hogy az élet milyen kemény. Tehát olyan kínos, kellemetlen jeleneteket étterembe, mint amit a Laci tud rendezni, nem ismerek senkit. Alig komolyabban mondanám, hogy kevés ilyen tisztességes és megvesztegethetlen palit ismerek, mint ő, aki szinte minden pillanatban felelősségteljesen viselkedik, mint értelmiségi, mint polgár. Van egy nagyon szép tulajdonsága, hogy egyszerre radikális és gyakorlatias. Sokszor léptünk föl vele, és hogyha nagyon nagy közönség van, ugye irodalomra 100-ra vagyunk kalibrálva, a 100-nál több az nem reális, de mondjuk például Kapolcson az egész hegyoldal tele volt. Én ilyenkor megijedek, és gyáva Coyote módjára valamilyen gyakorlatilasabb döntést hozok, tehát annak ellenére, hogy megbeszéltük, hogy ezt és ezt olvasom föl, gyorsan átállok valami biztosra. Ugye az emberek vannak ilyen biztos felolvasás érzei. Akkor ő nagyon szigorúan azt szokta mondani, de Péter, nem ezt beszéltük meg. Másfelől, hogyha van egy összeállításom, és látja, hogy milyen sokan vannak, akkor azt mondja, P,
Péter, nem látod, milyen sokan vannak. És ez a kettő együtt működik, hogy ezért én inkább hálás vagyok, mint nem, az mutat azért a barátom. Tulajdonképpen nagyon hosszan tudnám és lelkesen mondani mindenféle művész és emberi erényeit. Egy dolgot emelnék ki, mert az nagyon fontos nekem személyesen is, meg általánosan is, ez a munkamorál. Hogy én még semmilyen helyzetben nem találkoztam vele, hogy ne lett volna fölkészült. Bármilyen helyzetben a legegyszerűbb, a legkisebb, a leg olyan, aminek nincs is súlya, akkor is. És ez olyan, ami miatt nagyon jó arra gondolnom, hogy ő van, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Hogy ez nekem segít. Betartom az időket, csak közben sok minden eszembe jutott, hogy tulajdonképpen nagyon hosszan tudnám ezt az embert dicsérni, de nem azért jöttem, hogy dicsérjem. De nem is temetni jöttem. Azt akarom mondani, hogy Isten éltessen, és hogy könnyű, fényes életet kívánok neked is, meg magunknak is. Még azt búcsúzó mondanám, ha már itt elárulták, hogy matematikát tanultam, hogy a 61 az nem csak prímszám, hanem ikerprímszám. Hogy mi az ikerprím, azt majd a kertész Imrétől kérdezed meg. Isten éltessen.